túramotorozás során a megfelelő csomagszállítás az egy állandó probléma, főleg, hogyha az ember két személlyel megy és nem tudja a hátsó ülést is telepakolni. Nyilván a alaphelyzet az az, hogyha megfelelően földobozoljuk a motorunkat, csak hogy ez nem mindenkinek a szívevágya, akár mert úgy túl széles lesz a motor, vagy pedig, mint például az én esetemben, nekem ugye van alumínium dobozból készült csomagtartó rendszerem a saját motoromon, viszont egyrészt állandóan mondjuk úgy, hogy félek tőle, hogy offroadozásnál ez jól eltöri a saját lábamat, mert ott azért nagyon csúnya dolgokat tud egy ilyen kemény peremű alumínium doboz művelni, meg bármennyire is elmozog az ember vele némi rutinnal a 110 centis szélességgel benne a városban, az autók között azért mindig ott van a veszélye, hogyha egy ilyen merev doboz ugye beakad a valamelyik autó sarkába, akkor egyrészt rohadt nagyot perecelünk miatt, a másrészt pedig kárt teszünk az autóban, ami hát nem egy jó dolog. Korábban én használtam már puha táskákat, viszont ott meg állandóan az volt a szívfájdalmam, hogy majd jól kilopják a benne levő cuccokat, tehát soha nem mertem semmit ott hagyni, hiszen egy ilyen puha táska az általában fixre föl van csatolva a tépőzárakkal, egyebekkel a motorra, tehát problémás a motornak az otthagyása, akár csak egy túra során is, hogyha bemegyünk ebédelni. Egy megfelelő megoldást találtam most éppen itt a napokban, ugyanis az Ortlieb márka, amelyik egy Németországban gyártó, alapvetően ilyen outdoor túra, kerékpáros túra és motoros túra dolgokat is gyártó cég, őnekik vannak különböző ilyen oldaltáska megoldásaik, amiből egy meglehetősen érdekes darabot azt befogtunk tartós tesztre, vagyis befogtam tartós tesztre. Meglátjuk, hogy hogy fog muzsikálni. Engedjétek meg, hogy ezt röviden, így előzetesen a teszt időszak elején bemutassam nektek. Az Ortlieb cégről röviden annyit kell tudni, most már 30 pár évvel ezelőtt indultak, és a cégnek a rövid története az annyi volt, hogy egy kerékpáros turista megelégelte, hogy állandóan átázik a hátizsákjában a cucc, ihletet kapott a kamionoknak a ponyvájáról, vagy ponyvájától, és elkezdett különböző hátizsákokat, meg egyéb táskákat varrogatni, konkrétan az elején kamionponyvából, aztán ez mára, bő három évtized alatt egy még mindig Németországban gyártó, de hihetetlenül sokrétű termékcsaláddal rendelkező céggé nőtte ki magát, amelyből ez, amit most befogtunk tesztre, ez egy konkrétan egy kerékpáros oldaltáska, tehát ez nem kimondottan motorra készült, mégis nagyon jól passzol erre a viszonylag magas építésű motorra, azért ezt választottam a cégnél egyébként meglevő, kimondottan motoros oldaltáska helyett. Nézzük meg, hogy alapvetően mitől különleges egy ilyen Ortlieb termék. Kezdjük azzal, hogy ugye teljes vízhatlanságot biztosít. Ezt úgy éri el, hogy egy full vízhatlan műanyag tulajdonképpen a kamion ponyvához így szemre hasonló anyagból készül. Minden egyes illesztés, ahol anyagot toldanak anyaggal, az ma már ultrahangos hegesztési technológiával készül, tehát soha az életben nem jön szét, és hát nem véletlenül egyébként 5 év garanciát vállal az Ortlieb az összes termékére. Példának okáért minden egyes csatjuk olyan minőségű, hogy az életben nem töröd el. Tehát a csatokra is 5 éves teljes garanciát vállal a cég. Ilyet egy olcsóbb kínai csatnál, ami a hasonló vászontáskák többségén van, megcsinálok már régen 3 darabba törtem a csatot. És hát nézzük meg, hogy mitől különleges és mitől vízálló ez a táska. Ugye a biciklis futároknak a hátán levő cuccokhoz hasonlóan működik ez is, hogy néhány csattal ki kell csatolnom, és utána simán így kitekerem a száját. Hogyha belenéztek, akkor azt lehet látni, hogy egyébként ebben most alig van valami, tehát egy pár kesztyű, egy kardigán, amit már levettem, meg egy esőruha, tehát csak ennyi van benne, de óriási maga a zsák belülről, konkrétan 35 liter az kényelmesen fér bele, tehát ilyen nagy a szája. És hogyha beledobáljuk a motyókáinkat, akkor úgy tudjuk ugye minden esetben lezárni, hogy van itt egy belső oldalon egy kemény merevítő rétege, ezt szépen összefogjuk, és az elején nagyon szorosan indítva, tehát nem így lazáskodva, elején nagyon szorosan indítva szépen föltekerjük. Gyakorlatilag lég- és vízmentesen tudunk vele zárni. Mindig annyira becsavarjuk, amennyire az adott tömítettség függvényében kell. Két lehúzó csatot összecsatoljuk, ezeknek nyilván a feszességét be tudjuk állítani,
Van egyébként egy ilyen külső zsebbe is, hogyha mondjuk esőruhát, ezt, azt, azt a szendvicsünket vagy az üdítőt ide be akarjuk dobni, tehát ide is be tudjuk tenni. Illetőleg van még egy összehúzó csatja, amit én ilyen kvázi biztonsági csatként használva innen szoktam becsatolni. És akkor jöjjön a igazi zsenialitás, hogy ugye a motoromon van egy oldaldoboz tartó keret, amiről, hogyha én bemegyek valahova és nem akarom ezeket az értékeket kint hagyni a motoron, akkor a táska leszerelése az annyi, hogy megfogom a rajta levő fület, és levettem. Ugyanis van alul két beakasztó kampója, aminek a távolsága, magassága állítható, illetőleg ez az ív ez meg is fordítható, és fölül van két olyan különleges fül, amelyek a alul reteszelődnek, viszont konkrétan a szállító szíjnak a meghúzásával azonnal ki is nyílnak. Tehát a leszedés az tényleg egy kézzel történik, a mondjuk úgy, hogy fölszerelés, az pedig annyi, hogy szépen alul beakasztom, fölül helyére rakom a két csatot kinyitott állapotban, rátolom, és már gyakorlatilag teljesen fixen fönt is van a helyén a táska, ami vízálló, porálló, tehát simán otthon vagy a szállodában bele tudjuk pakolni a cuccainkat, és így tudunk részt venni akár egy motoros túrán, vagy a mindennapi életben. És zárszóként, csak hogy igazából mekkora ez a befogadó képesség, azt szeretném még megmutatni nektek itt a másik oldali ugyanilyen táskán, hogyha kinyitom, tehát konkrétan a teljes videós hátizsákunk így, ahogy van, ez kényelmesen, tehát szó szerint kényelmesen, mert még azért ez az férne mellé, az lazán belefér, és még bőven fogok tudni annyit csavarni a száján, ehhez 3-4 fordulat elegendő, hogy garantáltan a legnagyobb özönvízszerű esőben is vízmentes legyen. Tehát én azt gondolom, hogy ez a 2x35 liter, ez egy normális motoros túrán résztvevő ember, vagy akár pár számára oldaldobozként bőségesen elegendő, aztán majd most nyilván el fogjuk kezdeni nyüstölni, offroadozás párszor le fog érni a földre, tempónál is ki fog derülni, hogy mit bírnak a csatok, mennyire stabil terepen, nagyobb veretésnél rosszabb minőségű aszfalton, és akkor a későbbiekben a hosszú távon szerzett benyomásainkkal még visszatérünk rá.